az interneten ismerte meg a csalás kitervelőjét, a NAKON élő 60-as évei végén járó asszony. A bűnöző rávette, hogy idehaza a saját nevére bankszámlákat nyisson, a kártyákat pedig postán kiküldte az afrikai Gánába. Ezt követően a számlákra éveken keresztül érkeztek utalások. Mint később kiderült, az afrikai csaló főként nőket vert át, hogy utaljanak neki pénzt. Azt hazudta, hogy elveszi őket feleségül, ha segítenek neki eljutni Magyarországra. Jellemzően orvosnak, katonatisztnek vagy amerikai kormányzati munkatársnak adta ki magát. A pénz pedig mondhatni dőlt. Volt olyan sértett, aki 7 millió forintot utalt, de 5 milliós átverés is akadt. Ezek a hölgyek megismerkedtek az interneten, hirdetések, vagy a különböző média felületeken keresztül ismeretlen férfiakkal, akik igen előnyös profilképet állítottak be maguk, felvették a kapcsolatot fordítók alkalmazásával, Messengeren, illetve egyéb ilyen platformokon a sértettekkel. Velük bizalmi viszonyt alakítottak ki, volt, ahol házassági szándékkal is megpróbálták becsapni a sértettet. Ezen bizalmi viszony alapján a sértettek különböző, igen nagy összegű pénzösszegeket utaltak az ismeretlen, vélhetőleg külföldi elkövetők által megadott magyar számlákra. A különös bűncselekmény sorozat 2 éven át tartott. Ez idő alatt a nakinő a saját rokonait is beszervezte, és az ő bankszámláikat is használni kezdte a csalásokhoz. Mindezért cserébe több mint 5 millió forintot kapott, ám végül lebukott és pénzmosás miatt ítélték el. A szexuális törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlott, Tolna vármegyei nőt pénzmosás büntetében, ezért őt 2 év börtönbüntetésre ítélte, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság emellett kiszabott 3 millió forint pénzbüntetést is a vádlottal szemben, illetve kötelezte arra, hogy a bűncselekményből származó közel 5 millió forint összegű vagyont, illetve gazdagodást fizesse meg a magyar állam részére. Az ítélet azóta már jogerő emelkedett.